Az aradi Csíki Gergely Főgimnázium jelentős felújítás alatt áll, ezért is rendhagyó módon kezdődött a tanítás az iskola diákjai számára. Az osztályokat különböző épületekbe helyezték el, hogy mindenki biztonságos körülmények között tanulhasson. Jöttetek az óvodából, és most már nagyobb vagytok, iskolások vagytok. De amíg nagyobb vagytok, attól még nyugodtan lehet integetni anyukának. Hogyha bátorító szavakkal fogadta az előkészítősöket az aradi Csíki Gergely Főgimnázium aligazgatója, a negyedik osztályos diákok pedig énekkel és játékkal kedveskedtek a legkisebbeknek, akik kíváncsisággal és izgalommal várták, hogy iskolapadba üljenek. Izgatott voltam, hogy úgy, hogy milyen lesz. Ülünk az asztalnál és tanulunk. Miről? Hát én még nem tudom azt, hogy miről fogunk, de még matekot is lehet, hogy fogunk színezni, rajzolni. Fizsikázunk, matematikázunk, meg kísérletezni fogunk. Én tudom már, hogy van matematika, hogy mennyi 3 meg 3, 6, 10 meg 10, 20. Az előkészítő osztályba 25 diák érkezett Aradról és a megyéből. Minek igazán örülünk az az, hogy olyan helyekről is jöttek magyar iskolába, akik román óvodába tanultak, vagy jártak, és mi nem is tudtunk úgymondván a létezésükről. Az előkészítősök az újonnan épült, idén átadott bölcsőde épületében kezdték meg a tanévet, mivel a tanintézmény csak nem 100 éves épületében nem fejezték be a felújítási munkálatokat. Az önkormányzat támogatásával az alaksortól a padlásig korszerűsítik a Csíki Gergely Főgimnáziumot. Ennek ellenére sikerült megoldást találni, hogy mindenki elférjen, és ne kelljen a diákoknak délután iskolába járniuk. A Minorita Rendház segített 5 termet biztosított számunkra, a Református Egyház által felépített bölcsődébe 1 osztályt tudtunk átvinni, és az átadott termekben sikerült elhelyezni, illetve a bentlakásunk épületébe az összes osztályunkat. A Csíki Gergely Főgimnáziumban az óvodától a 12. osztályig idén összesen 590 gyermeknek csengettek be, ez a létszám pedig valamivel kisebb a korábbi évekhez képest.